A múlt hét csütörtöki kormányinfo alkalmával Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a magyar kormány lehetővé tette a nyári táborok megszervezését. Első körben a nyári táborok engedélyezése történt meg, a tegnapi nap folyamán pedig eldőlt, hogy az ott alvós kirándulások is megtarthatóak. Az alig egy hónap múlva kezdődő nyári szünet kezdetekor mintegy 1,5 millió gyerek számára ér véget a tanév. Sokan közülük a hosszú ideig tartó otthontanulás után élményekre vágynak. A táborok biztonsági feltételei nem változtak, azonban azok felügyeletére jóval nagyobb figyelmet kell majd fordítani az idei nyáron. Minden tábornak van egy egészségügyi intézkedési terve. Ennek az egyik pontja az, hogy be kell jelenteni az adott tábort a tiszti orvosi szolgálat helyileg illetékes szervezeténél. Ez eddig is így volt, ez nem egy újfajta szabályozás, illetve amit még ezen kívül tudni kell, hogy nyilatkoznia kell minden szülőnek a szabályozás szerint, hogy a gyermeke egészséges, vagy szóval szülői nyilatkozat volt, ami a hivatalos előírás. Ezen felül lehet, hogy szigorítani fognak a táborszervezők, és orvosi igazolást fognak kérni, szóval a gyermekorvostól pont ugyanolyat, mint amikor beteg a gyermekünk és visszamenne az iskolába, kell egy egészséges igazolás, hogy közösségbe mehet a csemete. Ugyanilyen igazolást előfordulhat, hogy kérhetnek a táborszervezők, illetve természetesen minden tábor megkezdése előtt a tábor teljes mértékben fertőtleníteniük kell, illetve ugyanilyen egészséges nyilatkozatot kell tennie a táborban dolgozóknak is, valamint azt is látjuk, hogy 300 fő fölötti táborozó létszámnál kötelező helyben lévő tábororvos is. Ezek sem új szabályok, viszont ezeket most érdemes mindenképpen hangsúlyozni. Tóth Béla kiemelte, fontos, hogy a szülők részéről kialakuljon a bizalom az idei nyár előtt a táborszervezők felé. Novák Katalin család és ifjúságügyekért felelős államtitkár nemrégiben Facebook oldalán hozott létre egy szavazást arról, legyenek-e nyári táborok. Itt a voksolók 72%-a szavazott igennel. A tavalyi évben egyébként rekordot jelentő több mint 215 ezer gyermek töltött legalább egy hetet nyári táborban. A táborfigyelő ügyvezetője szerint ebben az évben szinte biztosan kisebb lesz az érdeklődés. A kialakult bizonytalansági tényezők miatt azonban a kínálat is jelentősen csökkent. Ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb tábor lesz, jóval kevesebb tábor hely lesz. Azaz előfordulhat, hogy mire elkezdődik a vakáció, addigra akár sok ezer gyermek is lemaradhat táborhelyekről. Úgyhogy azt szeretnénk kérni a kedves szülőktől, hogy minél előbb keressünk tábort, akár nálunk a táborfigyelőnél, akár bármilyen egyéb platformon, de minél előbb keressünk tábort, mert egyrészt most még van, nálunk több mint 620 táborturnus közül választhatnak az érdeklődők, de bármilyen egyéb platformon is lehet még keresgélni, mert most még lehet foglalni tábort. Egy hónap múlva ez már egyrészt nem biztos, hogy így lesz. Másrészt azt is kell látni, hogy ha van egy túlkereslet, vagyis hogy sokan keresnek tábor, de kevés a tábor férőhely, az pedig árfelhajtó hatású is lehet. És hát mi végeztünk egy modellezést, és ennek a legrosszabb verziója az, hogy június közepétől akár 25-30%-kal is emelkedhetnek az árak, ahogy fogynak a táborhelyek. Éppen ezért érdemes már ezekben a napokban még alapáron lefoglalni a szimpatikusnak vélt nyári tábort, tette hozzá Tóth Béla. Az idei szezonnak egyébként egy másik fontos vetülete is lehet. Az elmúlt bő két hónap során ugyanis nagyon sok szülő már kivette szabadságát, a gyermekek elhelyezésére pedig így a napközis táborok is segítséget nyújthatnak.